A napi edzés utolsó hosszait tempózzák a szenior úszók a nyíregyházi sportúszodában. A sportcentrumnál tavaly alakult szenior úszó szakág, a sportolók felkészítését pedig ősszel a Kovács Rita vette át. A VB második kétszeres Európa-bajnok korábbi hosszú távúszó 5-10 ilyen úszóval foglalkozik reggelente, többségük jelentős fejlődésen ment keresztül a közös munka megkezdése óta. Én túl az 50-en itt egyéni csúcsokat úszok, mióta Ritával edzünk, tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat jelentett. Sokkal intenzívebb, nyilván az ő felkészültség, szakmai felkészültsége, hogy összeállítja az edzésprogramot, az nagyon sokat jelent. Méterben is egy kicsit többet úszok, én mint eddig úsztam, de az intenzitást az összehasonlíthatatlan. Tehát gyakorlatilag egy olyan programot úszunk, amit azt hiszem, hogy nagyon kevés szenior úszik ma az országban. Cseh Imre tavaly is sok magyar bajnoki címmel gazdagodott, egyéniben pedig az összetett második helyén végzett a férfiak között, kicsivel lemaradva a dobogó legfelső fokáról. A csapat legsikeresebb női versenyzője Szokoldi Annap csak az elmúlt hónapokban 5 országos csúcsot úszott, amely kemény munka eredménye. 6-szor járunk edzésre, reggel 5-6 előtt vízbe vagyunk, és hát olyan 7 utáni, tehát egy ilyen másfél órás edzés van minden nap, heti 6-szor. Olyan 4000 méter körül úszunk egy edzésen. Emellett még van kondi is, meg futás is, ez önszorgalom volt. A nyíregyházi sportcentrum tavaly több mint 50 csapatból a 4. helyen zárt az összetett pontversenyben, annak ellenére, hogy viszonylag kevés versenyzővel képviseltetik magukat a megmérettetéseken. A szenior úszók legközelebb jövő hétvégén ugranak medencébe versenyen, a tavaly elmaradt százhalombattai rövidpályás OB-n. Nagyjából egyébként minden hónapban van egy versenyük, közt a évi 3 országos bajnoksággal és felkészülési versenyekkel. A csapat néhány tagja nemzetközi versenyeken is részt vesz, Bécsben többször jártak már. Senior VB idén nem lesz Budapesten, és még a római Masters Európa-bajnokság megrendezése is kérdéses.